Az alakuló ülésem a polgármester döntése szerint ismerteti azokat a célokat, elképzeléseket, amelyeken a településem ebben a ciklusban dolgozni kíván. Tekintettel arra, hogy a testületben jelen van olyan három képviselő, aki nem velem indult, úgy gondoltam, hogy korrekt lesz az, hogyha ebbe a polgármesteri programba, ami egyébként kizárólag a polgármester hatásköre és joga, beveszem az ő programjukat is, és ezáltal tudják képviselni. Két héttel ezelőtt három időpontot adtam, az nem volt megfelelő, ezért a múlt héten, október 9-én találkoztunk, ahol végül is egyetlen programpontot sem ismertettek, gyakorlatilag az én programomat ismertettem. Tegnap este 9 órakor olvastam el azt, amit átküldtetek, amit sem egyeztetni nem tudtam veletek, kérdéseim lettek volna. A polgármesteri programba szerettem volna bevenni a ti programotokat, pontosan az együttműködés miatt. És nem ez volt az első egyeztetésem veletek, mert a következő 5 évben császártöltés fejlődése érdekében azért, hogy úgy működjön, ahogy eddig is működött, jó lett volna a ti programotokat is. De bízom benne, hogy erre majd lehetőséget találunk a jövőben, és ezt meg is fogjuk oldani. Viszont az, hogy a testületi ülés előtt egy órával a Facebookon valótlanságot kommunikáltok, azt már kértem, hogy ne tegyétek. De hogyha ez jó, hogy hangulatot szítotok, akkor én ezzel nem tudok mit kezdeni, én a gesztust megtettem felétek, hogy ismertetem a programotokat, beveszem, anélkül, hogy erre nekem kötelességem lett volna, de megtettem. Úgyhogy szeretném, ha ezt a korrekt magatartást, amit én mutatok felétek, ti is legalább így kezelnétek. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, jelenlévők! Először is köszönetemet szeretném kifejezni mindazon választóknak, akik szavazatukkal képviselőimre és személyemre szavaztak. Nem állulok zsákba macskát, a következő 5 évet is hasonlóan tervezem, mint ezt előző 10 évet. A célt látom, nem az akadályokat. Fontosnak tartom az önkormányzat és intézményének működőképességének fenntartását, valamint a költségvetés egyensúlyának a fenntartását. Jó pályázatokkal, önrészsel képesek leszünk a következő 5 évben is jelentős forrást hozni a település fejlesztése érdekében. Kiemelt feladatunk a közvilágítás korszerűsítése. Ennek érdekében a korábbi testület már hozott is döntést. Szoros az együttműködésünk a császártöltési német nemzetiségi önkormányzattal. A célok és a feladatok erős szövetséget hoztak létre közöttünk az elmúlt 10 évben. A hagyományápolás, az oktatási intézmények fenntartása közös ügyünk. A továbbiakban is segítjük és támogatjuk egymást. Kiemelt feladatomnak tekintem az oktatási nevelési intézmények magas szintű munkájának a támogatását. Az iskolai konyha ebben a struktúrában való fenntartását. Önkormányzati kertészet ebben a struktúrában való fenntartását. Mert ami bebizonyította, hogy jó, azon nem szabad változtatnunk. Támogatási rendszert továbbra is fenntartjuk. Újszülöttek, első lakáshoz jutók, házasulók. Továbbra is fontosnak tartom, hogy a 80 éven felülieket karácsony előtt meglátogassam. Támogatni fogom továbbra is az idősek otthonának színes programjait, és minden olyan kezdeményezést, amely az otthon lakóinak szebbé teszi az életét. Természetesen, amennyiben lehetőségünk nyílik, úgy az otthon bővítését is meg fogjuk célozni, meg fogjuk pályázni. 2014-ben kezdtük el a házi segítségnyújtás ebben a mostani formában való működtetését. Ennek fenntartását továbbra is fontosnak tartom és kiemelt feladatnak. Szorosan együtt kívánok működni a civil szervezetekkel, egyházzal. Az elmúlt 10 évben nagyon jó és erős kapcsolat alakult ki a településen működő alapítványokkal, egyesületekkel. Támogatom a klubok, szakkörök, kulturális csoportok működését, mint ahogy az elmúlt 10 évben is. Helyet és lehetőséget kaptak arra, hogy kiteljesedjenek. Az ő munkájukra én is számítok a továbbiakban, és támogatom kéréseiket. Fontosnak tartom a jó kapcsolat fenntartását testvértelepülésünkkel, Degenhauser-tállal, valamint a felvidéki NASZFAD-dal kialakult jó kapcsolatot a jövőben is fent kívánom tartani.
Fontos a sváb sarok településeivel a jó kapcsolat, a közös gondolkodás, főleg a turisztika területén. Fontosnak tartom a kistérségi járási településekkel a kiskörösi többcélú kistérségi társulás társulási tanácsában a jelenlétünket. Bízom ebben a ciklusban is lesz több olyan rendezvényünk, fejlesztésünk, ami felhívja a figyelmet településünkre, és az országos média is érdekesnek, közlésre valónak tekinti. Az eddigi rendezvényeinket a jövőben is megrendezzük. Az országos hírű sváb ételek fesztiválját kiemelten kezeljük, hiszen ez egy országos rendezvényé nőtte ki magát. További terveim. Vízzel vezető árkok bővítése, utak, mesdjéjek réderezése. Csak tájékoztatásul mondom, hogy évelején sikerült olyan gépeket vásárolnunk pályázatból, amivel most már ennek bátran nekifoghatunk. Temetőben keletkező hulladék szelektív gyűjtése, a továbbiakban is a zöld hulladék hasznosítása. Kiemelten támogatom a lakossági járda felújításokat, melynek nagyobb támogatására javaslatot fogok tenni. Megvalósítjuk konzorciumi partnereinkkel a folyamatban lévő Báger projekt turisztikai attrakcióit, megvalósítjuk konzorciumi partnereinkkel, 2023-ban beadtuk a pályázatot Császártölti hajós kerékpárútra. Ennek a megvalósítása terveinkben szerepel a következő ciklusban, a konzorciumot Császártölti is vezeti. Konzorciumi partnerként veszünk részt a Császártölti és Kecel kerékpárút megvalósításában, ez már 2022-re tekint vissza a tervezést illetően, és itt konzorciumi partnerként dolgozunk, Kecel a konzorcium vezető. Teleház felújítása, ezzel a teljes komplexum felújítását be fogjuk fejezni. Parkoló építése a vezetésünk alatt már megvásárolt területre a buszmegálló mellett. A Degenhauser tér köztérkövezése, babaház bővítése, a bor és gasztroturizmus kiemelt feladatunk. A polgármesteri program beépítését szükségesnek tartom, a képviselőtestület 2024-2029-es évekre szóló gazdasági programjába. Nem lesz könnyű a következő 5 év. Nagy és embert próbáló feladatok várnak ránk, főleg a pénzszerzés tekintetében. De ezt csak együtt tudjuk elvégezni. Császártölti és jövője érdekében kérlek mindannyiótokat, tisztelt képviselők, hogy össze kell fognunk. Mert az, akinek ez a kicsi falu számít, az ebben most összefog. És nem baj, ha nem gondolkodunk együtt, a közös cél érdekében sok mindent meg fogunk tudni csinálni együtt. Célom, hogy a térség kiemelkedő, meghatározó települése maradjunk a jövőben is. A programomban megfogalmazott célokat csak együtt, közösen, egyetértésben tudjuk megvalósítani. Ha a célok közösek, a sikerek is közösek. A pozitív együttműködés reményében kívánok a képviselőtestület minden egyes tagjának jó egészséget, erőt, kitartást és sok sikert az önkormányzati munkához. Köszönöm szépen!